Három éve dolgozik gym menedzserként Zürichben, 21 fős nemzetközi edzői csapatot irányítva. Volt már köztük olimpiai ezüstérmes magyar vívó is. Egy 9 országban 80 fitnessklubot fenntartó vállalat képviselője, sportág specifikus funkcionális edzéstervekkel. Hát egy műfajti szereplőjét mutatjuk most be a műsorban, de Veseli Gábor következik. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Gábor, kezdjük ott, hogy te hogyan lettél fitnessedző, erőnléti edző, de egyáltalán minek nevezzelek? Tehát azon kívül, hogy most milyen vezető vagy, az egy másik dolog, de hogy szakmailag. Igen, a pozíció az a gym manageri pozíció, de személyedzőnek mondanám én is magamat. Ugyanúgy tartok én is személyedzéseket. Igaz, már nem tudok új vendégeket fogadni, amióta ezt a pozíciót vettem, hát 3 éve, de alapvetően személyedzőnek mondanám magamat, illetve annak idején testnevelő tanárkodtam is, úgy képeztem, vagy úgy tanultam tovább, úgymond. Most az, hogy már egy ilyen állásban vagy, ahhoz azért elég sokféle tanfolyamot vagy képzést elvégeztél, igaz? Ez így van, hát a TFN végeztem el a testnevelő tanári. Tehát a így van, így van, 4 év, illetve ott tanultam, és mellette nyilván az edzői tanfolyamokat végeztem el. Amúgy így most már messzire eljutva, meg külföldön dolgozva, milyen a alma maternek vagy alapiskolának látod a TF-et? Hát úgy, hogy van rálátásom ott Zürichben is, hogy milyen edzőkkel dolgozhatom, dolgozok együtt, vagy milyen edzőket keresek. Én azt mondom, hogy összességében a magyar edzőképzés még mindig, vagy én azt mondom, azt mondom, hogy mindig, de abszolút az élvonalban van. Összehasonlítva én a zürichi vagy a svájci edzőképzést látom elsősorban. Velük van az edzői iskolával, úgymond az iskolákkal van kapcsolatunk. De ugyanúgy, mint Angliából is vannak edzők. Alapvetően az angol száz iskolák, vagy az angol száz edzőképzés elég erős, én azt mondom, Ausztráliában, Angliában, de onnan is ugye beszélgettünk edzőimmel, és azt mondták, hogy ott is változott már negatív irányba a képzés, viszont a magyar képzésen azt mondom, az egy növekvő, javuló tendenciát mutat. Tehát nem kell szégyenkezni, ez abszolút egy versenyképes helyzetbe hozza az embert. Nekem például minőségben, vagy akár megtartott edzések száma alapján, abszolút a magyar edzők a top. Nekem is van egy rangsor, ugye, ez egy úgymond üzlet is, és tudom azt, hogy ki a, úgymond a legjobb, és abba az ötbe, mondjuk azt mondom, van 3 magyar. Világos, és ez nem olyan, hogy minden szennek maga felé hajlik a keze, hogy egyszerűen honfitársi szimpátia, hanem a számok alapján. Ez így van, hát kaptam nyilván én is, vagy hallottam viszonyokat, mert magyar, és azért. És nyomatja a magyarokat, és abszolút, nem? Így van. Ezeket hallottam, ezeket nyilván tudni kell kiszűrni, vagy ignorálni valamilyen szinten. De a számok magukért beszélnek. Amikor valaki megtart reggeltől, mondtam, reggel 8-tól este 9-ig egy edzést, nyilván köztes szünetekkel, vagy vasárnap is képes bejönni, vagy hajlandó bejönni, mert a vendégei azt szeretnék, azt mondom, hogy arról nincs miről beszélni, hát a letett munka. Jó, hát a magyar edző jó munkaerről, meg szorgalmas. Igen, én azt mondom, igen. Na most Gábor, azt mondja, ezt úgy kell elképzelni egy olyan hálózatot, talán mint egy másik multit, vagy egy Mekit, tehát hogy mindenhol törekszik ugyanarra a minőségre, mindenhol vannak termei, és ebben például egyébként milyen az átjárás, ahogyan te is dolgoztál Budapesten, és ezt egyszer csak kikerültél, és vezető lettél ott. Nálunk flexibilis. Alapvetően van egy belső mozgási lehetőség is, akár országonkon átívelően, így van. Így kerülhettem én is ki Zürichbe, vagy itt kezdtem Magyarországon, dolgoztam ott ugyanennél a cégnél, vagy klubnál 3,5 évig. És akkor egyszerűen kértek, kerestek, vagy pályázni kellett? Én pályáztam, én kerestem a lehetőséget, próbáltam más országban is, aztán én azt mondtam, hogy inkább maradok a klubhálózaton belül, mert abszolút lojális vagyok, meg szeretem azt a rendszert, és így tudtam meg, hogy van belső lehetőség. És az itteni vezetőn keresztül, Stevenen keresztül, egy amerikai úriemberen keresztül. Ez meg egy amerikai vezető. Így van, mert ő vezette ugyanazt a klubot Zürichben is, és a pesti klubot is ugyanabban az időben, és így jó volt lehetőségem kikerülni. A Svájcban alapvetően nehezebb egy picit a lehetőség, mert oda kell külön munkavállalási engedés. Igen, hát a svájciak azok ilyen szempontból nem annyira nyitottak. Igen. De ha van egy ilyen előszerződés, úgymond könnyebb a lehetőség. Na most egyébként gondolom amellett a kalandvágy meg az ember kíváncsiság mellett persze mások a jövedelmi viszonyok is, igen, mint itthon, az is mozgathatja a magyart, hogy kimenjen, de miben mérhető a te sikerességed? Azt nézik mondjuk egy hónap vagy egy év végén, hogy hány bérletet adtatok el, hány ügyfél volt, szóval hogy néz ez ki? Ha üzleti szempontból nézzük, a klubhálózatnak a fő profilja az mindig, és az nem titkoltan, a személyedzésből adódik. Nyilván minden üzletben vannak úgymond targetek, úgymond egy meghatározott célok mind a bevételek alapján, mind az megtartott vagy az eladott óraszámok alapján, és én mint vezető ugye ezeket a számokat követem, és ezeket
én vagyok a felelős, hogy ezeket... Tehát neked hoznod kell számokat. Így van. Azért kell együtt dolgoznom az edzőkkel, mert ugye most nem a bevételre koncentrálom, mert csak egy ugye a velejárója a dolognak. Ugye azért tenni kell, hogy a vendégek... Eleve nagy az igény a személyedzésre, ott Zürichben, meg jó helyen is vagyunk. Jó, világos, de most ez olyan, hogy ti akkor a svájci, hát nem nagyon nevezhetjük a polgárságot szegénynek, tehát a jómódú svájci polgárság, felső polgárság kiszolgálására szakosodtatok, vagy azért betéved egy Nestor Szúbiát, vagy egy Féderer is hozzátok néha. Úgy értem, hogy vannak élsportolók, akiknek mondjuk össze kell állítani programokat. Nem, abszolút, ez, a skála az abszolút széles. Van úgymond, aki mondjuk, mit tudom én, akár tanár, akár egy panai polgári foglalkozás, ugyanúgy ők is keresik a lehetőséget. Jó, hát ott tudjuk, hogy igen, ott azért az a helyzet, hogy a tanár az egy ugyanolyan polgár. Mert hát másodpont nyilván ott is másra szólzó. De ugyanúgy, ahogy pont te is említetted, és pont nevén is nevezte az egyik vendéget, nyilván nem mondjuk el ki, hogy meg ki jár hozzánk, de például Roger Federer is persze megfordult nálunk, meg a nálunk Zürichben három klub van igazából, és az egyik klubunkba jár. De illetve volt egy véletlenszerűen, azt el tudom mondani, mert ő nem klubtag. Egyik reggel bejött például Arnold Schwarzenegger, és akkor poénkodtak a recepción, hogy hát itt van Árni. Én meg bejöttem reggel ugye hétre dolgozni, és mondtam, jó, persze Árni, van rengeteg Árni vendégünk, és mondták, nem, a Schwarzenegger. És akkor nem hittem el, fölmentem a terembe. Tehát az osztrák Árni mondták, nézd meg jobban. Hát az amerikai osztrák osztrák, igen. Az igazi, úgymond. Igen. És akkor tényleg csak nyilván látogatóba volt, és nem beszélgettünk erre, hagytam, mindenki hagyta. Tehát nem, általában a kultúra az, hogy nem bántják a... Nincs tolakodás, meg nincs tolakodás, persze, a diszkréció ugyanúgy, mint a bankban, azért ez hozzátartozik. Hányféle sportághoz tudtok hozzászólni? Tehát, hogyha mondjuk jön egy ügyfél, vagy egy sportoló, hogy akkor neki funkcionális edzésterveket kellene gyártania erre vagy arra a sportágra, hát akkor mekkora a ti kiszolgálói spektrumotok? Mindenkivel úgy kezdődik, az mindenki tudja a szakmában, hogy föl kell mérni az adott vendég állapotát, mi a háttere, van-e problémája, és akkor nyilván kialakítunk neki egy edzésprogramot. Ha ezen belül szeretne, vagy ezen túl szeretne személyesen, vagy minden edzésen ugye, folyamatosan egy kontrollt, akkor nyilván személyedzővel fog dolgozni. És nekem is az a célom, hogy minél szélesebb spektrumon ugyan tudjak valakit biztosítani egy-egy vendégnek. Például ugye van funkcionális edzésben egy pár edző, aki tényleg arra szakosodott, van küzdősportra szakosodott edzőm, van olyan edző, aki nyilván a fizióba, a fizioterápiában nagyon jó. Szóval nekem is az a cél, hogy minél szélesebb skálán tudjak biztosítani a vendégünk számára edzéseket, vagy edzőket. Hát például egy Federernek mire van szüksége, vagy mi a hátrány, nem olyan izmos, mint Djokovic? Hát ő például egy speciális esetben neki saját edzője van, ő a saját edzőjével jár. Értem, tehát elmegy hozzátok, de viszi magával az edző. Ahogy ezt említettem, de dolgozott veled például egy korábbi kiváló olimpiai ezüstérmes vívó Nemcsik Zsolt is. És akkor, itt az érdekes az, hogy a magyar, mert vannak magyar edzői most is a csapatban, azokat hogy válogatjátok ki? Hogy kerülnek oda? Hát kiknek való ez magyarok közül, hogy próbáljanak szerencsét? Aki érez magában annyi készletet, és szeretne egy környezetváltozást, vagy szeretne tovább lépni. Én azt mondom, hogy ez ad egy tovább lépés lehetőséget is. Olyan szempontból biztos, hogy kicsit más közegben dolgozik az adott edző. Hát például ugye folyamatosan kapom az önéletrajzokat. Az, hogy én valakit fölvegyünk az asszisztensemmel együtt, vagy a szakmai stábbal együtt, én egy felvételiket, például csoportos interjúkat szoktam tartani, és ott ezért könnyebb kiszűrni. Nyilván vannak nagyon jó önéletrajzok, ez általában minden hárnál van egy szűrés. De hát oda azt gyakorlatban is meg kell nézni. Jó, világos, nem elég a papír, mert hát, az sok mindent elbír, így van, igaz? Így van. Nyilván az elején nem, nyilván egy ilyen 2-3 órás felvételi során nem minden derül ki. Az attitűd persze, meg a hozzáállás, meg a szakmai háttér az egyből ott ki fog derülni. De azon túl ugye az, hogy működik, hogyan dolgoznak együtt az adott vendéggel, az nyilván a kémián is függ, de az igények ugye mindig széles, vagy különbözőek, úgyhogy. Mit gondolsz, hogy hány évig űzhető ez a szakma egy helyen töretlen lelkesedéssel, szóval milyen gyakran érdemes például ezen a területen váltani? Hát kinek mi a élet célja? Például nálunk is van 55 éves edző is, egy német edző kolléga. Nyilván nem néz ki annyinak, mert én azt mondtam, amikor oda kerültem 3-4 éve, hogy én azt hittem, 35 vagy 40 éves maximum. Valaki szeretne menedzsmentben dolgozni egy idő után, arra is van lehetőség, nyilván az a klubtól függ, vagy éppen a klubhálózaton belüli lehetőségektől. De hát én, mint általában minden szakmában, ha tovább tudunk lépni, vagy tovább tanulunk, igazából sosem mondhatjuk azt, hogy most már mindent tudok, főleg erre a szakmára is igaz, ez egy folyamatosan fejlődő szegmens, úgymond, vagy terület.
Te például hol látod magad mondjuk 10 év múlva? Ez egy jó kérdés. Magamat? Hát én mindenféleképpen ezen a vonalon tovább indulva. Itt a cégen belül is, a klubhálózaton belül is van lehetőség, akár regionális menedzseri pozícióra, ami azt jelenti, hogy 5 klub van például Svájcban, a Genf, Luzán és nálunk a 3 klub Zürichben. Azon belül is akkor lehet tovább haladni, hogy akkor regionális, vagy éppen klubvezetői pozícióra. Nyilván volt, poénkodtunk a CEO-val is, hogy ők is megkérdezték ezt 3 éve körülbelül, amikor én ezt átvehettem, ezt a pozíciót, akkor nyilván azt mondtam nekik, hogy... Te majd én leszek egyszer a CEO, és akkor röhögtek, persze. Nyilván nekem most nem ez a cél, én most erre a koncertek, én ezt szeretem igazából, ez van a legközvetlenebb kapcsolatban avval a szakmával, ami emlékeztetek. Hát, ami még egy kicsit a saját szakmát is üzheted. Nyilván a menedzsmentet, amiket, persze. Na, hát mindesetre a végén értünk, magyar edzőket biztatjuk arra, hogy ha szorgalmasak, akkor nyugodtan jelentkezzenek külföldi munkára, hiszen az alapok jók, amit így. Így van. Én nem tudom, hogy ezt lehet mondani a szerkesztőségen keresztül, hogyha valaki érez magában affinitás és szeretne nálunk dolgozni, akkor mindenféleképpen várom az önéletrajzukat. Ehhez nyilván kell egy angol, német, mert a hivatalos nyelv a klubhálózatok angol, nyilván a német kell Zürichbe, illetve ha valaki franciául is beszél, mert a francia területre is keresünk most is edzőt, akkor így van. Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen.